A General Inspect Kft. 1986-ban alakult. Vállalatunk már a 20 000 négyzetméter területű telephelyeken működik. Járműparkunk jelenleg 23 darab 40 tonnás szerelvényből és 7 darab 12 tonnás tehergépkocsiból áll. Fő tevékenységi körünk a nemzetközi árufuvarozás. Célpiacunk a nyugat-európai import-export vállalatok, valamint a legnagyobb gyártók. Nagy mennyiségben acélárut, papírárut és szerelvényeket fuvarozunk. Jelentősebb megbízóinkkal kapcsolatunk több mint 20 éve folyamatos. Megrendelőink bizalommal fordulnak felénk, hiszen gondoskodunk róla, hogy küldeménye eljusson időben. Bárhova, bármilyen körülmények között. General International Transport. Thank you.
A Paks kezdeményezett, de nem talált rajtunk fogást, tehát tényleg nagyon jól megszerveztük, és abból jól is jöttünk ki. Hát ilyen a labdarúgás, tehát 75. percben, most régóta csinálom, de hát soha nem tud az ember megnyugodni, és akkor egy talált gól, végülis egy gyönyörűen belöbölték a belső védőnk mögé, azt beütött a horvát, és utána ilyen a foci, tehát még megmondom őszintén, attól tartottam, hogy amilyen a sors, tehát még ki fog egyenlíteni a Paks. De ettől függetlenül a győzelmünk nagyon örülünk, tehát nehéz helyzetben vagyunk, de hát igazából cserélni kellett, mert volt, aki sérülten játszott, az meg is látszott, tehát utána azért már nem volt annyira masszív a középpályás védekezésünk, de megmondom őszintén a Korozmán személyében, aki 3 gólt rúgott, hát nagyon sokat köszönhetünk neki, tehát jókor rúgtuk, mindig, amikor érezte a Paks, hogy valami keresni valója lehet. De hát tanulság 3-0, soha nincs vége, de megmondom, hogy egy-két játékosom úgy gondolkozott, sajnos. Az, hogy gyakorlatilag kapura lövés nélkül tudunk 3 gólt kapni, erre csak mi vagyunk képesek. Tehát a saját térfelé volt az ellenfélnek egy szabadrugása, amivel kapjuk az első gólt, ami, hagyjuk, vicc kategória. A második gólra nem tudom, mit mondjak megint, tehát egy 17-8 méterről, lehet, hogy a kispadról is beértem volna. A harmadikra meg inkább nem beszélnék. Viszont azt gondolom, hogyha a második félidő 22. vagy 24. perce volt, amikor ismételten sikerült érvényteleníteni egy szabályos gólunkat, ha az megvan, akkor meg is fordítjuk a meccset. Ez biztos. De nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy végre egy múlt heti egy győztes meccs után, ahol teljesen rendben volt a csapat, hogy azután megint ilyen borzasztó egyéni hibák után kapunk gólokat, én már nem tudom. Tehát keresem a megoldást, sajnos nem tudok, tehát már kínomba mosolyogni tudok csak a dolgokon. Nem tudom, majd megtanuljuk.